Deci domnul Gomboș va prezenta proiectul ca și specialistul care răspunde de acest proiect. Vă rog, domnul Gomboș. Sunt coordonatorul proiectului din partea antreprenorului general. Denumirea proiectului este Parcul Auzo pentru sportul cu motor. Lucrarea în sine este o pistă. Următorii parametri. Lungimea totală a pistei este de 3705 metri. Întregul amplasament se situează pe fostul tancodrom, fosta proprietate a armatei, care a fost preluată de Consiliul Județean și are o suprafață de 34,6 hectare. Așa cum am spus, pista are o lungime totală de 3700 de metri, are 17 curbe, 10 curbe spre dreapta, 10 curbe spre stânga. Lățimea pistei pe traseu este de 11 metri, lățimea pistei la punctul finish sau de start, acolo unde am pus până acum, este de 14 metri. Noi, în momentul de față, ne aflăm aici, în clădirea administrativă. Pista s-a proiectat de așa manieră încât să servească scopului final, adică unor concursuri pentru sportul cu motor, în această categorie, intrând motocicletele, intrând automobilele, până la Formula 3, dar intră și carturile, precum și, dacă va fi cazul, și bicicletele. Proiectantul a gândit următoarele dotări. Deci prima dotare, acolo unde ne aflăm noi, este clădirea administrativă. De aici se va administra întregul parc. Are dotările pentru funcțiunea de administrare. Acolo unde ați intrat dumneavoastră, o să vedeți în dreapta mea, este poarta de intrare. Dacă cineva este, așa va arăta intrarea, scris Mureș Rincu. Aici se va amplasa tribuna cu o capacitate inițială de 1700 de persoane. Extensibilă pe parcurs, dacă competiția se va dezvolta. Clădirea centrală, care va conține boxele și un restaurant, și birourile ștafului care va conduce concursurile, de la sală de premiere până la birouri și așa mai departe. Există un grup sanitar și de întreținere pentru personalul care va întreține acest parc. Are, deci, corespunde scopului pentru care, funcțiunilor pentru care a fost proiectat. La subsol va avea garaje pentru utilajele care asigură întreținerea pistei. De asemenea, s-a prevăzut și un centru medical pentru intervenții de urgență în caz de accidente, un heliodrom pentru helicoptere, dacă e cazul, și o platformă pentru ambulanță. Pe traseu, spectatorii, pe unde pot să mai stea? Dacă pot să mai stea? Spectatorii vor sta aici și traseu... dincolo de gardurile de siguranță este posibil. Durata de implementare a proiectului este de durata de implementare este de 24 de luni. Lucrarea a început pe 28 septembrie, s-a predat amplasamentul, se va termina în octombrie 2013. Pe partea de aici este un restaurant și birourile pentru ștaful care supravegează concursurile.
Iar aici sunt boxele pentru participanți. Deci boxele pentru auto, iar sus, de asemenea, sunt birouri pentru arbitri și pentru tot ștaful respectiv. Trebuie să vă mai spun în completare, există două sisteme video, un sistem video pentru un circuit închis cu 23 de camere care permit filmarea întregii competiții de, evident, high definition și poate fi transmis de aici, de orice, deci poate fi preluat de televizor. În general, și un alt sistem este sistemul de supraveghere a incintei cu 18 camere care prevede, adică are funcția de a fi în permanență atât incinta cât și perimetrul supravegheat. Față de grafic, suntem în grafic, chiar suntem foarte bine. Tehát most itt ebben a pillanatban egy építőtelepen vagyunk. Ennek az építőtelepnek a célja megépíteni egy hármas kategóriájú motorsport parkot, egy versenypályát, konkrétan egy adminisztratív épületet, helyet a boxáknak és a bíróknak, hogy felülvigyázzák a versenypályát. Ezt mi uniós pályázat alapján megnyert pénzből építsük felét, és felét a megyei tanács saját hozzájárulásával. A projekt értéke közel 56 millió új lej, ebből 26 millió új lej a megyei tanács hozzájárulása, és 20 millió lej Európai Uniós pályázatból származik. Természetesen a terület a megyei tanács tulajdona. Itt volt valamikor a régi tankaszárnyának a gyakorlópályája, 2005-ben átkerült az állam tulajdonából a megyei tanács tulajdonába, és rögtön miután megkaptuk a területet, az ötletünk az volt, hogy ahhoz, hogy a turizmus fellendüljön Maros megyébe, ahhoz, hogy minél több turistát vonzunk ide, itt közel 2 kilométerre az erdélyi repülőtértől, az E60-as úttól és a jövő autópályától, az E60-as úttól 2 kilométerre szintén, de a jövő autópályájától egy 6-8 kilométerre megépül ez a turisztikai létesítmény, ami természetesen itt a Csergeti tetőn majd egy erős fejlődéshez vezet. Turizmust szeretnénk itt fejleszteni, hisz itt biztos, hogy akkor utána majd infrastruktúra épül, az már a magánbefektetőknek a hozzájárulásával. Amit mi megépítünk, a versenypálya, mint mondtam, és a hozzátartozó épületek, lesz itt egy sürgősségi beavatkozás esetén szükséges egészségügyi pont is, lesz leszállópálya a helikopter számára, tehát mindenféle biztonsági eljáráshoz fel leszünk készülve. Remélem, hogy ezzel nem csak munkahelyeket teremtünk. Most az első fázisban közel 200 munkahelyet itt az építőtelepen, de állandó munkahelyeket is, majdnem közel 100 munkahelyet fogunk itt teremteni, hisz ezt működtetni kell, ezt az egységet, hanem a turisták számát szeretnénk növelni Maros megyébe, azoknak a turistáknak a számát, akik ide látogatnak és itt is maradnak, akár 3-4 vagy napig, vagy egy hétig, ezzel természetesen, hogy Maros megyét feltéve a nemzetközi térképre, mint egy olyan pontot, ahol ilyen versenyekre el lehet jönni és lehet használni a pályát. A turisták száma természetesen, hogy ahogy mi számoltuk, a 11 ezer turistáról 20 ezer turistára, tehát közel 9 ezer turistával nőne a szám, és hát azt nem próbáltuk megsatszolni, hogy ez gazdaságilag mekkora növekedés, hisz ez majd attól függ, hogy a piac mennyire lesz versenyképes, a magánbefektetők, szállodákláncok, vendéglők majd milyen árrést használnak, és hogy próbálják meg a versenyt megállni ezen a téren is.
Jó napot kívánok! Önök a Marosvásárhelyi Antenna egy magyar nyelvű adását lássák, és ezt köszönöm önöknek. Újra egy különleges háttérben vagyok. Voltunk már a várban, kerestük az ősöket. Voltunk a megyei múzeumban, voltunk a Teleki TK-ban, voltunk a Kultúrpalotában, most pedig egy építőtelepen vagyunk. Itt látszik a hátam mögött a régió reklámja, egy egyedi építőtelepen, mert itt készül, nagy munkálatok vannak, már látták és majd látni fogják a képeket, az ország egyetlen motor versenypályára. És a házigazdám, Lokodi Edita Emőke, a megyei tanács elnöknője, kezicsokolom elnök asszony. Jó napot kívánok, de gyönyörű napunk van, és ismét találkozhatunk egy nagyon izgalmas helyen. Számomra ez nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon izgalmas beruházás, és nagyon örvendek, hogy elkezdődött teljes erővel ez a munkálat, hisz több mint 5 éve készítjük ezt a munkálatot. Amint itt ezen a táblán is látszik, ez a motorsportok számára egy versenypálya. Több mint 55 millió lej, 55 millió 800 ezer lej. Azt hiszem, hogy majd a végén beszélhetünk akár egy 56 millió lejes beruházásról is, amiből az Európai Unió részéről a regionális operatív program keretében az ötös tengelyen 20,5 millió lej érkezik a megyében strukturális alapokból, és a megyei tanács hozzájárulása az 26 millió új lej. Mi is történik itt ebben a pillanatban? Elkezdődött a terület rendezése, de elkezdődtek párhuzamosan az építő munkák is. Ami már épül, az az adminisztratív épület. Itt a kapu épületét látjuk, a hátunk megette kirosba felhúzott épület, és elkezdődött a több mint 3,7 km hosszú versenypálya területrendezése, azaz kialakítani a pálya formáját, majd később rámenni a feltöltő anyagokkal, természetesen az aszfaltozással. Ugyanakkor itt épülnek olyan épületek, amely egy motorsport park verseny esetén szükségesek, boxák, ott, ahol a versenyautókat előkészítik a versenyre, a boxák felett olyan helyek épülnek, ahol majd a nemzetközi bírák követni tudják a pályát, és rálátnak az egész pályára. Épül egy olyan adminisztratív épület, ahol a vendégek ellátására egy vendéglő lesz, és természetesen a versenyzők számára, és azokra, annak, akik ide jönnek, épül egy lelátó pálya. Ezen kívül egy olyan orvosi komplexumpont, ahol adott esetben, ha szükséges, azonnali orvosi ellátást kapnak azok, akik valamilyen baleset következtében ellátásra szorulnak, és egy helikopter leszálló pálya, hisz ilyenkor nagyon fontos az, hogy hamar azonnali orvosi ellátást vagy orvosi beavatkozást tudjon az illető személy, aki elszenvedett valamilyen balesetet kapni. Tehát mindent előkészítünk egy európai szintű versenypálya megépítéséhez. Természetesen nem egyes kategóriájú lesz ez a versenypálya, hanem hármas kategóriájú. Nem azért, mert mi lennebb tettük a mércét, hanem azért, mert Európában több egyes kategóriájú versenypálya épül, működik, és olyan sok egyes formulás verseny nem rendeződik, hogy szükség legyen közvetlen Magyarországtól egy 500 kilométerre egy újabb ilyen pályára, és arra gondoltunk, hogy akkor ez a pálya inkább a többi sportágakat, vagy akár az amatőr sportágakat tudja kiszolgálni, hisz versenyeket sokat rendeznek az emberek. Azt kérdezték tőlem, hogy mit gondolok itt, kik fognak versenyezni. Hát elsősorban gondolom, hogy a Nemzeti Motorsport Egyesület fogja ezt eldönteni majd, hogy itt milyen sportokat szervezünk, de gondolom, hogy más sportágak is, akár a biciklisek itt rendezhetnek nemzetközi versenyeket, vagy országos versenyeket, vagy tovább nem, mert még arra is gondoltunk, ha itt télen lehull a hó, akkor sportversenyekre előkészületeket lehet itt tartani, tehát edzőtáborokat. Éppen ezért ez a zóna majd akkor kapja meg a végső célját, amikor elkezdődik itt effektíve a
kihasználása. Ebben a pillanatban csak találgatni vagy álmodozni tudunk. De végül is lehet egy szórakozó központ is. Természetesen, de ahhoz, hogy szórakozó központ legyen, ahhoz elég nagy a beruházás. Tehát mi azt hiszük, hogy ezt azért, mivel egész Balkánon nincs ilyen versenypálya, elsősorban a profi sportolók fogják majd igényelni, és aztán később azokban az időintervallumokban, amikor nem nemzetközi versenyek vagy országos versenyek folynak ezen a pályán, akkor lehet egy szórakozó központ is. Természetesen ennek lesz egy adminisztratív fenntartója, kezelője, és az majd eldönti, hogy milyen módon fogja ezt az épületet használni. Azt vagy koncesszióba adjuk, vagy ugyanúgy, mint az ipari park esetén létrehozunk mi a megyei tanács alá rendeltségébe egy ilyen újabb adminisztratív egységet. Végül is mindenki kapni fog, mert az országban, ahogy tetszett mondani, nincs. A Balkánon tudtommal nincs ilyesmi. Legközelebb, ami ilyesmi van, az a Hungaroring, amit motorsportokra is használnak. Tehát végül is a nemzeti bajnokság, a Balkán bajnokság, meg amatőr versenyek is hozhatók erre fel. Igen, természetesen, és mi arra gondoltunk, hogy elsősorban a turizmus szeretnénk itt ebbe a megyébe fejleszteni, hisz évekkel ezelőtt az volt a gond, mindig azt kérdezték tőlem, miért jöjjenek ide a turisták, mit tudunk mi ajánlani a turisták számára, mi látnivaló van ebbe a megyébe, hisz túl azon, hogy történelmi épületek vannak, ugye Marosvásárhelyen a megyejogú városban, vagy túl azon, hogy el lehet menni és meg lehet látogatni a régi kastélyokat, valamiért a turistának több napos programra ide kell jönni. És akkor jött ez az ötlet, hogy mindenképpen a sportot a turizmussal összekötve lehet majd egy ilyen létesítményt egy olyan területen, amit évekkel ezelőtt, azaz 2004 végén, 2005 elején a hadügyminisztériumtól a megye megkapta itt a Csergedi tetőn ezt az üres legelőt. Valamikor itt volt a tankosoknak, a tankaszárnyának a gyakorló pályája. És hát akkor valahogy úgy, hogy már adva volt, hogy ez egy gyakorló pálya, akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy mi legyen ennek a felhasználási módja, és akkor született az ötlet 2005 tavaszán, amikor az offroadosok indultak a megyeháza és a polgármesteri hivatal közül az utcából, és borzalmas zaj volt, hogy akkor legyen egy olyan hely, ahol a motorsportok kedvelői akár összemérhetik tudásukat, megmérhetik az erejüket, és akkor született ez az ötlet, és persze az ötös tengelyen meghirdetett uniós alapokból, amit turizmusra lehetett lehívni, megpályáztuk és megnyertük. Úgyhogy írtuk alá a szerződést a tavaly júniusban, igazán a munkálatok teljes erővel az idén kezdődtek el, és jövő szeptemberére fognak befejeződni. A grafikon szerint, tehát a betervelt munkálatok időbeni elvégzése szerint jól állunk, jól haladnak a munkálatok. Körülbelül 10,45%-át végeztük el mostanig. Ezek a legnehezebbek, amik később nem fognak látszani, hisz elsősorban a terület elrendezése, van, ahol fel kell tölteni a területet, van, ahonnan ki kell kotorni a területet, tehát most az történik, elrendezzük a területet, utána jönnek az építkezések a nagyobb épületeknek, és a pálya kialakítása. Tudom, hogy tetszett tárgyalni, véleményt kérni motorsportos szervezetektől. Gondolom, hogy kapva kaptak az alkalmon, és örventek ennek, nem? Hát ez még 2005-ben történt, amikor meghívtuk ide Maros megyébe az Országos Federációnak az akkori képviselőjét, és megkérdeztük, hogy mit gondolnak, célszerű lenne egy ilyen pályának a megépítése. Ők nagyon örventek, mondták, hogy több megyei önkormányzatot megkerestek, hogy kik lennének hajlandó partnerségbe ilyesmit megvalósítani, és hát nem gondolták, hogy ezt pont egy nő fogja megvalósítani. Most azóta persze eltelt már egy jó pár év,
2012-t írunk, úgyhogy majdnem 7 év, a 7. éve. Azok, akik megtervezték ezt a motorsport pályát, azok szintén tapasztaltak voltak, a Hungaroring tervezésébe is dolgoztak, úgyhogy nem amatőrökkel kezdtük el a munkát, és nem találomra. Hát remélem, hogy amikor kész lesz, akkor ismét itt lesz a federáció, és el is kezdi használni ezt a pályát. És gondolom, hogy mikor kész lesz, hogy pontosan ki fogja majd egyengetni tovább az útját, az majd egy későbbi határozat, de meg tetszik próbálni beírni a nemzetközi forgalomba is, hiszen ha nem más, európai szinten be lehetne vonni, ami óriási, mondjuk pénzt is, meg turistákat is vonzana. Hát ez volt a cél, tehát mindenképpen ez egy elismert pálya, szaknyelven omorogált pálya, hitelesített pálya lesz, és csak abba gondolkodunk, hogy megfeleljen minden normának. Természetesen normák is változnak, a követelmények nőnek, tehát 7 éve készülünk arra, ami most itt teljes gőzzel folyamatban van. Hát remélem, hogy annyit nem változnak az Európai Uniós szabványok, hogy ne lehessen majd valami miatt ezt a pályát értékesíteni, de mindenképpen, ha egyszer uniós pénzből épül, akkor annak van garanciája, hogy ezt elismerik. Viszont ha változnak is, hogyha valami meg van csinálva, egy megadott nívon, azt már könnyebb továbbfejleszteni, tovább bővíteni, vagy esetleg megfelelni az újabb szabványoknak. Ennek óriási vonzereje kell legyen, hogyha arra gondolunk, hogy jó, betartva a mértékeket, hogy a Hungaroring környékén egy valóságos ipar, egy valóságos város alakult ki. Ezt fejleszteni tudná itt az egész környéket és a helyi kisebb befektetőket is. Természetesen akkor, amikor mi ezt a tervet elkészítettük, akkor már figyelembe vettük azt, hogy mennyivel nőnek a munkahelyek. Most körülbelül 200 alkalmazottal több ember dolgozik ki ezen az építőtelepen, amit mi figyelembe vettünk. Azt is figyelembe vettük, hogy a turisták számának körülbelül mekkorára kell nőni. Körülbelül 9-10 ezer turistával több fog Maros megyébe érkezni, mint eddig érkezett, és természetesen itt most egy domb tetején vagyunk, de biztos vagyok, hogy majd magántőke befektetés megtörténik. Lehet, hogy már jövőben elkezdik az emberek itt a vendéglőket, moteleket építeni, pont azért, hogy az ide érkező turisták szálláshelyeket találjanak itt közel a pályához, vagy a városba is, ugye jelentősen megnőtt a szálláshelyek száma, tehát van kapacitás arra, hogy elszállásoljuk a turistákat. Ami nagyon fontos, hogy innen 2 kilométerre van a repülőtér, 8 kilométerre lesz az új autópálya, amely az Európai Unió új stratégiája szerint épül meg, és európai pénzekből építheti meg Románia. Ez Temesvárnál fog bejönni az országba, Szebes, Torda, Marosvásárhely, Ákosfalvától a Nyárád mentén át Gyergyóba, Gyergyóból Jásfele megépül az út, és összeköti Romániát és Európa nyugati részét Kelet-Európával, azaz Moldáviával és Ukrajnával. Ezt ezen a héten fogja elfogadni ezt a tervet az Európai Parlament, és remélem, hogy az elkövetkező 4 év Románia szállításügyi minisztériuma számára arról fog szólni, hogy ezeket a pénzeket mindenképpen lehívjuk. Utána már a mi feladatunk, hogy a megyei utakat rászinkronizáljuk erre a nagy tervre, és a projektjeinket az elkövetkező 4 évre ugyanúgy alkossuk meg, hogy figyelembe vesszük az uniós stratégiát. Lassan-lassan Maros megye egy, és Marosvásárhelyhez közel, egy közlekedési csomó lesz. Mert két autópálya, van a repülőtér, ami állandó fejlesztésben van, és tudtommal a megyei tanács elkötelezte magát, hogy továbbfejleszti a repülőteret, és ahogy hallottam, egy gyors vasútterv is van erre a részre.
Igen, ezek mind olyan tervek, amelyeket majd uniós pénzből lehet finanszírozni, nemzeti stratégiai tervek, és amint mondtam az előbb, mi a mieinket ráhangoljuk, és hát nagyon jó ötlet, hogy ez a motorsportpark könnyen megközelíthető, akár a levegőn, repülővel, akár egy gyorsvasúttal, akár az autópályákon keresztül. Azt hiszem, mindegyikre szükség van, mert a turisták biztos majd az infrastruktúra után érkeznének, vagy a versenyzők is később érkeznek, mind a stáb. Tehát ez a része itt Maros megyének mindenképpen egy forgalmi csomópont lesz, és egy logisztikai központ. Lehet, hogy majd a jövő generáció fogja ezt élvezni, aminek most tesszük le az alapjait. Viszont alap nélkül a jövő generáció nem is tervezhet. Igen, én azt javasolom, menjünk be az elkövetkező közigazgatási épületbe, hogy nézzük meg az ott a falra kifeszített tervekből, hogy körülbelül mit is fogunk itt megvalósítani. Az adminisztratív épület egyik szobájában vagyunk, és ahogy az elnök asszony tetszett mondani, itt vannak a tervek. El tetszene nekünk magyarázni? Itt van a pálya, a versenypálya, itt láthatják, 17 kanyar lesz megépítve, ezt a terület is igényelte ezeket a kanyarokat, de maga a tény, hogy meg kell feleljen bizonyos veszélyességi foknak, meg bizonyos gyorsulási, lassulási feltételeknek. Ezt a részt majd kint a terepen is látjuk, már el van rendezve. A többi része az most folynak a munkálatok. Igazán itt vagyunk, ez az adminisztratív épület, és lesz egy helikopter kifutópálya, egy orvosi rendelő itt ebbe a részébe. Itt lesznek a boxák, alól felette pedig a bírók számára,
Bocsánat, ez felett a bírók számára pedig a lelátó, rá lehet látni jobbra-balra a pályára, és itt lesz egy vendéglő, és természetesen ilyen közszolgáltatásokra hely. És minden versenynek egy protokoll eleje is, vége is van, tehát erre nagyon szükség lesz. Hát természetesen itt lesz majd egy igazgatóság, ami mindent megszervez, ami mindenért felel, de hogy a nézők el tudják képzelni, hogy mit is építünk most, ezen a plansón jól lehet látni. Ha egy kicsit arrébb megyünk, akkor ott láthatjuk annak a rajzát, annak a tervrajzát, ami maga az épületek. Itt látszik felül a boxák, felette a bíróknak a lelátója, és ott pedig a vendéglő rész, maga az adminisztratív része, a Mures Ring ennek a beruházásnak. És azt mondom, hogy akkor, ha bejöttünk az ablakon, menjünk ki az ajtón. Még egyelőre minden átjárható, elég húzat van itt, és zaj is, mert dolgoznak a gépek, és próbáljuk meg megnézni azt a részét a pályának, amit mondtam, ahol visszafordulnak majd az autók. Jöttünk az adminisztratív épületből, és ahogy az elnök asszony ígérte, elmegyünk oda, ahol lesz egy nagy fordulója a pályának. Addig itt a hátunk mögött látható a bekötő út, az út, amelyik majd a versenypálya fele fog vezetni, igaz, elnök asszony? Igen, azért álltunk meg itt, hogy lássák azért a nézők körülbelül térben határolják be, hogy hol vagyunk, tehát Cserbizél és Cserbit között vagyunk. Itt a megyei útból van jobbra egy feljáró, látszik is ez a földút, ahol már elkezdődtek a munkálatok, a csatornázási munkálatok az esővíz levezetésére, és természetesen ez is egy aszfaltos út lesz, ahol fel lehet majd jönni. Körben be lesz kerítve kerttel, a kerten kívülről lehet még esetleg követni a versenyeket, amit egy kicsit kevésbé viszek esetleg az alsó részét. Innen fentről biztos nem, mert itt a versenypálya és a kerítés között itt lesznek ezek a közigazgatási épületek, a kapu, tehát innen biztos nem lehet majd látni. De a kilátón kívül, ahova természetesen jeggyel lehet majd bejönni, lesz azért még lehetőség, hogy valamennyit kövessenek az emberek a versenyekből, hogyha majd az adminisztrátor ezt lehetővé teszi. De itt a terület olyan adva van, ahol az elkövetkezőkben akár magánberuházásokból többféle szolgáltatás tud fejlődni. Lehetnek panziók, majd vendéglők. Ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy tudjon ez a régióban fejlődni. És azért tűnik nagyon érdekesnek, hogy nincs a városban. Zöldövezetben vagyunk, és mégis nagyon közel vagyunk a városban. A kollégám majd, mikor meg fog fordulni, akkor látható Marosvásárhely is, ami távol is mégis közel van, és a másik felén pedig Radnót. Hát innen már láthatjuk is, ott vannak a radnóti nagy vízhűtőberendezések, és itt meg közelebbről itt látjuk a kombinátot, de látjuk a Tudor negyedet, látjuk a Vácmányt, de hát egy nagyon szép földrajzilag fontos panorámikus helyen vagyunk, és hát látszik nyárát, látszanak a környező kis falvak,
És hát közel lesz, amit mondtam, mindössze 2 kilométerre lesz az elkövetkezőben megépülő motorúttól, azaz az autópályán. Én azért is mondtam ezt a közelséget, hogy végül is majd a marosvásárhelyiek ki tudják ezt használni, amikor képez, egy egynapos kirándulásra is. Persze, hogyha még versenyek lesznek, annál érdekesebb. Itt innen beláthassuk azt is, hogy hol lesz majd a következő része a motorpályának, mert ott látszanak retéve ilyen betondarabok. Gondolom, hogy a cölöpök is behozhatók a képbe, és láthatják, hogy milyen nagy, és innen most elmegyünk abba a részébe, ahol már kisejjük a versenypályát. Menjünk. Elhagytuk az adminisztratív épületet, láttuk a bekötő utat, most pedig itt vagyunk, ahol a pályának az egyik úgynevezett csücske egyik vége lesz, egy nagy forduló, ami, hogyha már a kollégámat megkérem, hogy bepanoramálja, az már nagyon látható, hogy hol fogják majd bevenni az első nagy kanyart, hogy visszatérjenek a másik felén. Jól értelmeztem, elnök asszony? Igen, tehát itt már láthatjuk, hogy kialakulóban van a nyomvonala a versenypályának, és látszik, hogy rengeteg fordulókát kellett itt végezni. A terület maga ilyen szakadékos terület volt, tehát ki kellett egyenlíteni, sőt feltölteni ott, ahol szükséges. Itt a hátam mögött látszik, hogy több mint 7 méter magas töltés létezik, tehát jön az út körbe, van egy nagy kanyar, a nagy kanyar már fennebb egy töltésen folytatódik, és aztán visszamegy 3 kilométer és 700 méter hosszúságú ez a pálya, és amint mondtam, 17 kanyar van benne. A 17 kanyarból, hát most remélem, hogy jól mondom, 10 balos és 7 jobbos, tehát ez azt jelenti, hogy megfelel a veszélyességi foknak is. És hát én már alig várom, hogy itt valamikor olyankor tudjunk leülni a fűre, mert hát azért megmarad a többi rész zöldnek, amikor itt bumlak majd az autók, és izgulunk, hogy ki lesz az első. Igen, azt még el kell mondani, hogy az egész pálya, és nem annyira a versenypálya, hanem az egész rész be lesz több mint 4000 méter hosszú kerítéssel lesz védve, és 2,3 méter magas kerítéssel, tehát ki lesz alakítva teljesen az európai normák szerint. Igen, itt most az előbb, amikor a sajtótájékoztató is volt, akkor láttuk, hogy ott lent legelészik egy táj. Azért épült ide ez a motorsportpark, hogy távol legyen a várostól, és ne közel a városnál legyen egy zajforrás. Tehát itt teljesen a természetben kívül ez a pálya. A kerítésen kívül természetesen, hogy megmaradnak a községek legelői, és adott esetben tovább fogják használni mezőgazdasági célokra a földet. Itt jobbra-balra mezőgazdasági terület van ez, ami most van, ami már mondtuk, nem mezőgazdasági terület volt, hanem ez az előbb is a tank gyakorló pálya, a tankosok gyakorló pályája volt, tehát nem tettük tönkre a környezetet, ellenkezőleg olyan módon fogjuk beépíteni, hogy a tájba beilleszkedjen, és mindenképpen tovább éljük a környezetet. Visszatértünk, elmentünk újra az adminisztratív épületre, hogy pillantsunk egy kicsit a pálya másik felére, ahogy látható, a gépek keményen dolgoznak. Jövőre várható ez a pálya. Igen, hát mindenképpen ide jöttünk, ahol itt folyik a munka,
és itt zaj is van természetesen, amint a kedves nézők látják. Itt földmunka folyik elsősorban, tovább feltöltik a pályát, tovább építik a pályát, itt az a része van, ahonnan a föld elkerül töltésnek a pálya részére, ott dolgoznak a nagy hengerek, és hengerelik a pálya szintjét, és tovább, ahogy majd a kedves nézők elnéznek itt egész végig, akkor láthatják, ott vannak ilyen betondarabok, amelyek mutatják, hogy merre fog menni a pálya. És hát azt hiszem, hogy itt körülbelül az az épületnek a földmunkája folyik, ahol majd megépül a boxák, megépülnek a boxák és a bíróknak a rálátó helye, a szobák, ahonnan a bírók láthatják a két pálya részt. Remélem, hogy a tervek szerint jól tájolom be a dolgokat. Természetesen, hogy a grafikont be kell tartani, tehát az ütemtervet, és remélem, hogy idejében el fog készülni. Az időpont a befejezésre és az avatásra az 2013. szeptember. Elnök asszony, annyit mondhatok, hogy gratulálok egy ilyen tervhez, és meg vagyok győződve most, hogy különösen, hogy láttam és a terveket is, meg hogy milyen iramban dolgoznak, mert végül is mondhatni, hogy rohamosan dolgoznak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eltetszett velünk idejönni. A nézőknek megígérhetjük, hogy majd az ősz beállt a környékén még egyszer eljövünk, ezt most öntől is megpróbálom ezt az ígéretet kicsikarni, és akkor pontosan meg fogjuk látni, hogy mennyit haladtunk, mert akkor annyira gondolom tiszta lesz a különbség, és jövőben pedig a megnyitóra várjuk a meghívót. Én gondolom, hogy egészségesek leszünk, hisz ez a legfontosabb, és ha egészségünk lesz, akkor lesz munkaerő, ha van kedvünk a munkához és erőnk a munkához, akkor lesz siker. Természetesen, hogy azért dolgozunk, hogy a megye lakóinak az életminősége javuljon és változzon a környezetük, munkahelyeket teremtsünk, és hát remélem tiszta szívemből, hogy az ősszel majd közösen látogatunk el ide. És mi itt leszünk önnel, és itt leszünk a nézők, hogy tudják és lássák, hogy folytatódnak a munkák, mert ezt a megyét fejleszteni kell, mert már mondtuk mi együtt, Maros megye a mi megyénk. Igen, Maros megye a mi megyénk, és mondtuk azt is, hogy itt vannak a mi gyökereink, mindkettőnknek, és még vannak újabb terveink, amiről majd egy következő alkalommal meséljünk. A jövő héten is találkozni fogunk. A nézőknek nagyon szépen köszönöm, hogy kim voltak velünk a munkatelepen. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra. Kezdi csókol. Viszontlátásra. Partea terasieră a pistei. Deci asta e pista. E, ar veni platforma pistei. Dar vine platforma și de acolo, în sine, da. Vine și de acolo. Platforma în sine are 32 de metri lățime. Thank you.
Să vede cam 75 la sută. Eu asta vrei să înțelegeți următorul. Nimic nu este perfect, dar totul este perfectat. Intenția noastră a fost aceeași, este de a realiza un circuit omologabil, care sigur că da, în continuare, apoi va fi administrat de o structură pe care o va stabili Consiliul Județean. Iar acea formă de administrare va avea în grijă, pe parcursul evoluției lucrurilor, să mai dezvolte ceea ce e necesar. Că tribunele astea, până la urmă, nu sunt o bronzăvenie foarte mare, se pot pune tribune din astea mobile, practic peste tot locul unde e nevoie. Niciodată n-am văzut pierdut tu de aici. Născutul vedeți, eu nu văd, eu văd pierdut. Doamna, ale cuci? Da, poate pentru dumneavoastră e întrebarea. Consiliul Județean este singurul care orice trebuie să nu se oprească. Nu se oprească. Dar nu ne mai. Dar știu. Aici, pe dealurile astea, precis că vor veni investitori privați și vor construi hoteluri, restaurante. Nu, 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 nu